oda megyünk, meg fognak fordulni, és ide fognak jönni. De cuko! Sziasztok! És tényleg, hát szevasztok! Jaj, én annyira bírom az állatokat. Te megélnél most? Bemenjünk? Én simán. Én imádom őket, egyszerűen mindenféle állatot imádok, annyira lenyűgözőek, és senki nem tudja belőlem ezt az érzést kiváltani. Rád biztos nem szólnak, ha most bemennénk. Simán. Na hát közben kaptam az információt, hogy van 900 perc a kamerán, úgyhogy nyugodtan beszélgethetünk. Hogyha már kürtös kalácsot sütöttél az előbb, mennyire vagy ilyen konyhatündér, hiszen ugye a kürtös kalács is onnan származik, ahonnan te. Így van, Erdélyből származik, de meg kell, hogy mondjam, hogy én nem vagyok egyáltalán konyhatündér, bár mindig azzal szoktam mentegetőzni, hogy mentségemre legyen szólva, hogy amikor én kislány voltam, és ugye kellett volna tevékenykednem a konyhába, vagy amikor édesanyám megtaníthatott volna arra, hogy hogyan kell főzni, már pedig jól főzni, mert ugye Erdélyben minden asszony nagyon jól főz, akkor én nagyon komolyan tornáztam, és nekem folyamatosan súly problémáim voltak, és borzasztóan tudtam volna enni. És hát nekem meg menekülnöm kellett a konyhától, és anyukám meg nem akart annyira szadista lenni, hogy akkor ott üljek a jó kis illatokba, és akkor főzőcskézek, úgyhogy én messzire elkerültem a konyhát, amennyire lehetett. És aztán ez így is maradt. De egyébként hozzáteszem, hogy amikor meg nekiállok nagy ritkán, akkor kiderül, hogy tulajdonképpen nagyon jó érzékem van hozzá, és átlagon felül jól főzök. Én nekem igazán nem, nincs türelmem hozzá, és nem igazán érzek élvezetet, mint ahogy erről mások szoktak magyarázni, de amikor így partnerekkel főz az ember, akkor az nagyon jó feeling, tehát azt úgy szeretem, és hát most ugye életemben először csináltam kürtös kalácsot, én sem tudtam, hogy hogyan kell ezt csinálni, én csak élvezettel fogyasztottam. De nagyon-nagyon egyszerűen elkészíthető, és nagyon, hogy az ember így elcsípi a titkát, akkor szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kis foglalkozás, csak hát ugye kellenek hozzá az igazi kellékek. De állítólag most hallottam, hogy otthon is simán meg lehet csinálni, csak ott nem annyira kényelmes, de egyébként ugyanúgy elkészül 5-6 perc alatt maga a sütés. Hát meg majd tüzet rakunk ott. Én pont tudom, hogy te hol laksz, hiszen majdnem szomszédok vagyunk, hát ott lehet ott tüzet simán rakni, nem gond. Persze. Na és hát, hogyha már ízeket kéne választani, akkor hallottam, hogy sok mindent szeretsz. Mi az, ami ilyen kürtös kalácsot te szívesen készítenél, amit esetleg még itt nem csinálnak? Én nagyon szeretem a klasszikus kürtös kalácsot, ami tulajdonképpen csak kristálycukorral van megszórva, és ahogy ugye rásül ez a kis cukormáz, attól lesz egy ilyen fényes felülete, és kicsit olyan lesz, mint a dobostortának a teteje, és én azt szeretem a legjobban, de hát nyilván a lehetőségek tárháza végtelen, hiszen bele lehet forgatni dióba, kókuszba, mit tudom én, mandulába, vaníliába, és ki tudja még mi minden, éppen most hallottam, hogy van valami csoki cseppes kürtös kalács is, de én akár csak a pálinkákban, én mindig a klasszikusat szeretem, tehát nyilván a pálinkában is a barack meg a szilva viszi a prímet, és a többi az olyan, hát nem tudom. Hát akkor forgassunk pálinkába. Tényleg, hát ez milyen jó ötlet. Na hát és végezetül nem tudunk elmenni az X-faktor mellett, ugye most Tóth Gabit ültették, hát mondhatni, hogy a te helyedre, és hát én ugyan nem láttam, de hallom, hogy próbált ő is sírni sokat. Szerinted fog ő téged majmolni? Nem hiszem. Egyébként én most jöttem haza egy hét erdélyi túráról, meg egy hét Spanyolországból, úgyhogy egy picit nem is vagyok itthon, de képzeld, hogy aznap, annyira izgatottan vártam az első adást, hogy aznap, amikor megérkezett a repülőm, éjjel egykor hazamentem, és ugye még túl voltam pörögve, nem tudtam lefeküdni, és megnéztem az X-Faktor első adását, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon jó volt. Tehát egyáltalán nem éreztem olyasmit, hogy én most itt valakit cikiznék. Szerintem tök jó volt a mentori gárda is, és érdekes volt a versenyzői felhozatal is. Nem hiszem, hogy a Gabi egy óriási egyéniség, miért majmolna engem? Tehát nem... Viszont a Gabi is egy nagyon-nagyon olyan ember, mint én, ami a szívén, az a száján. Tehát, hogyha valami lenyűgözi, akkor miért ne bőgne? Hát ez a világ legőszintébb reakciója valami olyasmire, ami örömmel tölt el. Vagy amikor volt valami jó produkció, akkor szinte az asztalon tombolt. Én nem voltam ennyire merész, de most már bánom. Hát, hogyha szabad ilyet mondani, azért hiányozni fogsz nekünk onnan, úgyhogy szívesen látnánk ott. Köszönöm szépen. Köszönjük. Hát azért majd talán tartogatok egy kis meglepetést. Skyfall, mint annak idején. Köszönöm, sziasztok.